Szeretettel üdvözlök mindenkit a The Room 4 All Saints című játék végigjátszásának első epizódjában. A trilógiát előtte már végigjátszottuk, ez annak a folytatása lesz valószínűleg. Úgyhogy menjünk is. Most telepítettük egyébként a magyarítást, friss, ropogós, 100%-os, elméletileg jó lesz a minősége is. Szép jó estét kívánok mindenkinek itt, a kedves vodnézőknek is, sziasztok, csáó, csáó. Szóval kíváncsi leszek ugye, hogy honnan megy tovább a játék, mert az előző 4 epizódban az előző epizódban 4 különböző befejezés volt elérhető. Mindjárt meglátjuk, hogy ez melyiket viszi vajon tovább. Egyet néztem meg a napokban, nagyon kellemesen csalódtam. Tényleg? Mi már mint bennem vagy a játékban? A szoba 4. Nem jutok tovább ebben a sötétben. Oké. Okay. Ja, az volt itt mondva, ugye előzőleg már elindítottuk a játékot csak angolul, hogy átkutattam az egész házat, kivéve ezt a padlást, viszont itt nem jutok semmerre sem, hogyha... tehát ebben a sötétben. Igen, itt most azt elmagyarázza, szükségem lesz a csavarhúzóra a táskámból, szerintem elromlott. És nézzük már is. Ugyanazok a mechanikák egyébként, mint az előző roomokban, nincs nagy változatosság. Egérrel kell gyakorlatilag mindent irányítanod. Jegyzett füzetemben találtam a megbízáshoz tartozó összes információt. Megvan a csavarhúzó. Ez itt London belvárosa, 1899. Ott nincs duplán a jegyzetfüzetre. Edward Lockwood, 32 éves, 176 centi, okleveles gépészmérnök, kémiával felületesen foglalkozik. Abigail Walder Grave-vel kötött házassága révén asszisztensi álláshoz jutott a királyi intézetben. A pozíciót egy évig töltötte be, az elbocsátás oka meg nem határozott kötelességszegés. Mr. Edward Lockwood kivívta az intézet haragját. Notórius mérnököt elbocsájtották a királyi intézettől. Az elhunyt pionír egyetlen lányára hagyja a vagyonát. A neves művész, Mrs. Abigail Lockwood megörökölte a bajba jutott Waldegrave kúriát. Adósság, egy mérgezett kehely, házastárs jellemzése. Mrs. Abigail Lockwood lánykori neve Waldegrave. 28 éves, 162 centi magas, klasszikus festő, művész kiállításokat finanszíroz, a neves Hugo Waldegrave egyetlen gyereke. Edwarddal kötött házassága ellentmondásos volt, apja halálakor Abigail örökölte meg a Waldegrave kúriát és a család jelentős adósságát is. Ez jó nagy területnek tűnik. Remélem ezt bejárhatjuk majd. Gyűjtői jelentés. November 1. Mr. Lockwood jelentései munkaadóim felé megszűntek. Valószínűleg a felesége tartja vissza az információkat. A jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. November 12. A Waldegrave kúriában tartott rendőrségi házkutatás nem hozott eredményt. Ezek az ügyek messze túlmutatnak a hatóságok hatáskörén. November 14. A munkaadóim ragaszkodnak ahhoz, hogy a minta a Waldegrave kúriában maradjon. Mostanra egy gyakorlott szemnek felismerhetők lesznek a minta mellékhatásai. Nyomokat kell keresni, majd követni egészen a forrásig. És itt a végtelenségig lehet lapozni, ugye? DJ Gui, miben csalódtál? Még nem értem. Monszolt az Egeret, általános iskolai informatika tanáron beszélt így. Lehet amúgy, újságot is lefordították menő. Persze. Nincs amúgy annyira szuper sok szöveg a játékban, ha belegondolsz. Ezt meg lehet nézni, ezt a térképet. Rejtélyes eltűnés. Hát szerintem a null elemmel valahogy kapcsolatba kerültek, és az lett az eredménye a dolognak, hogy... Hoppá! Ott van valaki a padláson. Mert a szétcsavarozás. Ez mi volt? Jobban meg kell néznem. Kattints duplán a fényszóróra. Ó, én már reflexben nyomom egyébként a három rész után. Pontosan jól tudom, ja balra, bocsánat. Mit kell csinálnom? Egészítsd ki az áramkört. Ez gyors volt. Eltűnt a hulla innen. De a nullelem lehetett látni, hogy a csápok visszavonultak a házikó mögé. A ház makettje? Itt valami nincs rendjén. Duplán kattints rá, hogy felfedezhess. Vizsgáld meg a makettházat. Ezt lehet tekerni. Kinyílik a kapu. Ezzel kinyílt az ajtó is. Abban is megnézhettük volna. Szokatlanul néz ki a felülete. Ez szükségem lesz egy eszközre a táskámból. A táskámból. Várjál. Ebből?
Nem, még mindig ugyanez a táska. Hú, ez valami cseles táska lesz, ugye? Mindenkinek vannak titkai, ez ennyi, mert pedig ez a doboz rejti. Mhm. Kinyílik ott egy kis rejtett fuck. Ez itt pedig nem más, mint egy nézőke. Ennek a játéknak úgy tűnik, hogy ez lesz a különlegessége. Szét kell nyitnom ezt a tárgyat, hogyha használni akarom. Pattints az eszköztárba begyűjtött tárgyra, igen, és mehet a szétnyitása, szerintem. Ezt letekerjük. Érdekes, érdekes. Volt ilyen mindenféle ilyen monokli, volt nem is tudom, valami másféle lencse, és most ezek szerint van egy ilyenünk. Meci kapu? Ja, Meci a javából. Kattintsa nézőkig, hogy ne viselhess. Tört fel a pecsétet, találd meg a null elemet. Nekem olybá tűnik, mint hogyha ezt a játékot még mindig, tehát ezt a sorozatot még mindig folytatnák, nem? Tehát, hogy itt ennek soha nem lesz vége a Room című univerzumban. Néha a nézőke felfedi a dolgokat, amiket egyébként nem látnánk. Uh-huh. Közelebbre is megvizsgáltnám a makettházat. Milyen igaz? Itt mik vannak? De kell majd valami. Itt van valami kis csengettyű. A W-t be van jelölve, hogy le akar éppen szakadni róla a matrica. Kis ajtó? Nem. Torony? Torony igen. Itt van valami. Mi lehet itt a toronynál? Lehet, hogy meg kell nyomni ezeket? Valamiért meg lehet ezt nézni. Aha, azért, mert ide valami beleillik majd. Rendben. Akkor nézzük meg az alsó részt, mint az előző részekben. Ugye ezek a hologramos mintázatok. Ezeket mindig így kell megnézegetni. Jugit elvesztettük. Köszi Zoli a magyarítást amúgy. Aha, át kell rendezni mindent ezek szerint. Kicsit megcsavarjuk itt a teret, ha jól látom. És hogyha előbbre venném... Kell, hogy legyen egy olyan pozíció... Na, hey! Amikor gondolom, hogy minden egyenesbe kerül, ugye? Hát de nem lehet, hogy így át kell fordítani. Várjál, van más mozdítható? Hát, hogyha ez itt több állású kapcsolóként lenne, így van, megvan. Az utolsó térhajlító. Wow. Érdekes egy makettház ez. És most szétnyílik az eleje. Kedvelem ezeket. Mondjuk ezek a makettházak mindig olyan parák, nem? Az összes ilyen izében, horrorfilmben, hogyha ilyen gyerek izéház van, az mindig parát jelent. Használd fel a nézőkéket, megvizsgál, oké. Okay. Kati zsuplán szimbólumra, hogy beléphess a szobába. Ezt ki kellett törni innen. Előcsarnok. Ó. Ez igen. Papírokat nem lehet megnézni. Izgi. Ez micsoda? Null elem van rajta. Etikett a férjeknek és feleségeknek. Cartwright írta. Ezt... Hopp! Kiengedjük onnan. Szekér számra pakolják le a gépeket. Közben megragadja a figyelmemet, hogy a férjem egy csillogó szemű gyermekké változik. Azóta nem volt ilyen élénk, mióta otthagyta a királyi intézetet. A férfiak csendesen pakolásznak, de a jelenlétemben mégis kínosan átcsorognak. Aha, itt vannak hibák. Lehajtott fejjel, némán. Nem állják a tekintetemet, annyira kétségbe esetnek tűnnek. Félreállok, hogy nyugodtan pakolhassanak. Miért érzi a legtöbb férfi fegyegetésnek az intelligens nőket? Biztos vagyok benne, hogy megkedvelnek, ha összeismerkedünk, de a legfontosabb az, hogy Edward ismét dolgozik. Ennyi.
Olyan, mint hogyha lenne itt valami írva, vagy lett volna valamikor, és ki van radírozva. Olybá tűnik, a makettházban lévő könyvek fedlapjai alatt meg annyi titok lappang. Élek a gyanúperrel, hogy csak a könyvekből tudhatom meg, mi történt itt. Ez mi lesz? Le kéne fordítani, és egy kereszt jönne elő belőle, hogyha úgy fordítani. Igen, de ahhoz kell valami tekerencia, nem? Nézzük már is, mi van itt. Ez odabent változtat valamit. Jó. Kérdőjel gomb világítani fog, hogyha egy új tipp válik elérhetővé, tippeket kikapcsolhatod a beállításoknál. Nem kapcsoljuk ki a tippeket, annyi van, hogy nem használjuk őket, ugye? Ahogy ez az előző részekben is lenni szokott. Alul is lehet ezt tekerni. Sőt, muszáj. Az egy bronzból készült mechanikus érme. Ez lesz az, amire szükségünk van. Ahhoz, hogy megtekerhessük ezeket a dolgokat itt. Így van. Szépen kinyitja. Kedvelem ezt a játékot nagyon. Szeretem az ilyen rejtvényes, puzzle-os játszásokat. És akkor ahogy tekered, úgy elő fog jönni belőle valami. Nem pontosan látom, hogy mit keresek. Ez egy csillagkép? Szerintem csillagkép térbeli alakja, nem? Ez meg ilyen izékereszt, valami címerbigyula. Jó, mivel nem tudjuk, hogy hogyan kell állnia, ezért megnézzük a másik oldalon is mindjárt. Mindjárt. Le lehet ezt innen venni? Nem enged hozzáférni. Itt vannak kéznyomok. És várjál, hogyha itt megtekered és ott ránézel, változik valamit? Nem, szerintem ez ugyanolyan maradt, ugye? Csillagképek lesznek, nincs elég szimbólum a tárcsázáshoz? Szerintem se. Az ott egy pi vagy egy kapu? Nézzük, van-e más, amihez hozzáférhetnénk. Ez mi? Ja, ez csak a zár maga, aha. Például ott esetleg, a másik oldalon? Nem, oda nem enged, oda felmenni sem enged, a tűzhöz menni sem, hiszem, hogy enged. Nem, ezt kizárólag itt tudod megoldani, hátra nem mehetsz. Miért nem engedi, hogy levegyem ezt? Megtekerjük a másik oldalt. Lehet, hogy ide... Nem, szerintem, hogyha jól megoldod a puzzle-t. Valamiért van... Várjál! Most jut eszembe. Ezt az egészet is lehetett tekerni. Így! Hát hogyne! De miért lenne ez jó, hogyha fejjel lefelé helyezném el? Valami bíjjelet láttunk, ugye? Ez lesz az. Megvan. Már láttam, amikor ott kereszt alakba állt. Kaptunk egy családi címert. Tehát, hogy úgy látom, hogy ez a makettházhoz tartozik. Oké, családi címer. Ez bele is illik arra a helyre, amit az előbb vizsgáltunk. Audácia et industria. Az audáciát nem tudom, de az industria az biztos, hogy az ipar. És most már kivehetjük ezt a bigyót? Nem. Jobb kattintás az eltávolításhoz. Amit az oktatás eltávolításához. Kiléphetsz a szobából. De ott volt benne még a másik oldalon valami. Ah. Ki a fene akarná ezt így? Nem baj, tegyük fel a címert. Egy pecsét? Biztosan a null elemet védi. Ezeket már láthattuk az előző részekben is, ezeket a fajta jelöléseket, rúnákat, bármiket, pecséteket. Ha kattintasz rá sokszor, akkor megtörik az egész fénnyel.
Szarvas szobor? Egy szobor helye. Mit kapunk még? Újra visszajöttünk ide. Mhm. De lehet, hogy nekem nem kell itt bent lennem? És ha tekernénk, és... megnéznénk ezt így is. Nem, nem hiszem. Itt van egy jel. Mint hogyha oda fel kéne menni körülnézni, de nem hiszem, hogy ez lesz a megoldás. Valami valahol megváltozott. Ez micsoda? Földgömbre hasonlító függeszték, viszont hiányos. Aha. De gondolom, hogy kell majd a másik fele. Itt még nem hiszem, hogy tudunk bármit is csinálni, de a dupla V az itt be van jelölve. Ez itt fent. Nem ismeretes, hogy mit lehet csinálni vele. Hey Spectral, nagyon szépen köszönöm neked a 32. havi feliratkozásodat. Hogy vagy, mesélj, mi a helyzet? Nagyon szépen köszönöm. Csak nem dolgozol, remélem nem. Itt ez annyira furcsa. Lehet, hogy ki kellene húzigálni itt ezeket felül, vagy... hát, hogyha rá illene valami... érdekes. És M hajnalnak sokkal rövidebb volt a 4, mint a 3, azt mondta. Ezt lehet tekerni. Aha. Megjelent egy mechanikus ezüstérme. Ez biztos, hogy arra való, hogy a másik oldalát is megnézzük, így van. A lenti résznek. Még dolgozom, igen, de már csak elpakolok. Mindig téged szoktak a zárással megbízni amúgy. Hagyd már fel. Én is szenvedtem a játékkal, de végeredményben mégis rövidebb lett. Aha. Én nem szenvedek, én élvezem. Jó. Aha. Így. Így. Mm-hmm, ez nem más, mint egy ódon díszes rács. Ezzel, ez a láda készen van. Nézzük, mi lesz még benne. Ez itt egy... aha, ez forgatható. Akkor lehullanak onnan a cuccok, benyomod a gombokat. Megfordul. Reset. Átfordít, nem jó. Nem jó, ez érdekes. Furcsa. Nagyon furcsa. Lehet tekerni? Igen. Nézzük. És van olyan állapot, amikor nem mind a kettő... aha. Le van zárva, ezért nem tudod megnyomni, ugye? Egy. Nem jó, ahogy átfordítod, megváltozik. Tekered! Nyomom! Átjön ide. Akkor most leengedi, ugye? A lokkolás, ez lesz a lényegi rész. Ezt most megnyomod. És forgatod egyet. Elengedi. Ami be van lokkolva, azt nem tudod megnyomni. Ez nem tetszik neki. Hátviszed. Ha benyomod és hátviszed, nem. Jó. Forgasd. Ráesik, hogy nehogy meg tud nyomni. Hogyha egyszer meg van nyomva, akkor nem forgathatod. Állj! Gondoljuk ezt át. Gondoljuk át. Kaptunk egy ilyet. Ódon díszes rács. Ez kintre megy, ugye? Itt benn még van dolgunk.
De furcsán néz ki ez a dolog, ez nagyon érdekes. Várjál, itt van egy lap. Egyensúlyozzuk ki, úgyhogy még használható legyen mind a két oldala, ez az. Nem maradott, mindenképpen el fog tekerődni. Erre tudod tekerni az egészet. Ezzel nem tudsz mit csinálni. Ez az egyetlen, amit itt tehetsz, hogy szanaszét tekered őket. Megnyomod, átfordítod, nem jó. Megnyomod, átfordítod, nem jó. Megnyomod. Hogy van az, hogy... Ó, most meg lehetett nyomni ezt. Kell egy olyan pozíció, amikor mind a kettő megnyomható? Most a fehér miért nem jön el? Azért, mert át van kapcsolva, ugye? Tehát... Hát viszem így. Akkor... Jó, most ráfordítjuk. Most átviszik a másik irányba. Mit csinálsz? Te szemét... Elnézést. Tehát ide rárakod, bezárod. Majd így. Na végre. Ah, király! Így már értjük a logikát, ami mögötte van. Na, hát akkor párban, ugye? Ezt úgy kéne csinálni, hogy nem lokkoljuk azt ott be. Ez egy nagyon érdekes térbeli puzzle. A kettő-három szög az úgy lesz, hogy ez ide jön, és az meg van nyomva. Ez kezdetnek nem is olyan szar. Most a fehér. Ezt a fehéret, ezt hogy fogod onnan le? Hogyha erre nem jön le, azt a fehéret nem tudod megnyomni, ugye? De mégis, mert ketté esik. Érthető. Kinyílik egy újabb rész. Király volt, mi? Megvan egy furcsa erekció. Erekje. Furcsa erekje. De tudom, hogy a csápok jönnek mindenhonnan. Oda már többet nem kell bemennünk. Szia, Randy Boy! Hogy vagy? Mi a helyzet? Ide fent valami megváltozik. Az egyik elem ki lett ejtve. Az előcsarnok teljesítve. Ráleltem a pecsétre, amiről a munkaadóim beszéltek. Meggyengült ugyan, de nem tört fel. Mi? Már jó úton haladok a nullelem megszerzése felé. Előcsarnok teljesítve, és kaptunk valami kerítéselemet is, ugye? Ezek szerint itt több állomás is lesz. Még 8. Lehet. Erekje, amire nemrég tettem szert, nem ártana közelebbről is megnéznem. Furcsa erekje, megnyomod. Kinyílik. Wow. Van benne egy szobor figura, egy hattyú figura, és akkor a többi, ez kizárólag annyira volt jó, hogy egy doboz volt, semmi más. Egy makett lámpát találtunk. Makett lámpa. Ezt felmetnéd a tetejére, ugye? Hát elég szarul néznek ide. Nem oda megy. Nézzük, hogy a kerítést hová teszed. Lehet, hogy a kerítés nem is... Várjál, lehet, hogy ide? Hopp. Makett lámpa. Ez itt a villámhárító hátul. Ide már nem nagyon kell bemenni ugye akkor. Aha. Ezt már nem lehet tekerni, ez már megvan oldva. Itt sem lehet tekerni, makett lámpa. Mire való? Kerítést ide fentre? Nem.
Remekül, holnap szabadnapos fölkörülékre ki tudok menni a vásárba. Az igen, és mit fogsz venni a vásárba a félpénzzel? Földgömbre hasonlító hiányos izé, igen. Itt lehet most valamit csinálni ezzel? Nem. Kerítés nem a harangtoronyba kellene? Tűnik nem. Itt van egy W, ami ki van nekünk jelölve, tehát hogy az valamire fontos. Nem lehet forgatni? Mi lesz, hogyha elhagyom az asztalt? Nem, úgy tűnik, hogy nem hagyhatom el, tehát ez itt a fő puzzle, amin nyomulunk. Aztán lehet, hogy el fogjuk hagyni majd a padlás területét, a csecsőterepet. Ide nem akar beilleszkedni? Nem. De miért nem? Milyen jó játszira sikerült visszatérni. Hát, de bizony. Az marhára jó ez a játszás. Nem hajnal volt olyan kedves, hogy egyből ki is írta, hogy ne spoilerezzetek, les. Ez az! Ja nem, nem ebbe állított bele. Még jónak nézett ki. De várj ezzel, nem lehet ott kezdeni valamit? De még valami jönni fog. Ez valami lesz. Jó, ez nem kell nekünk. Mi az, ami kellhet? Gyert, kinyitom az ablakot, hogy jöjjön be egy kis levegő, hogy gyorsabban járjon az agyam. Kell egy kis boost. Kerítés az nem tűnik hiányosnak, ugye? Mhm. Uh-huh. Lámpa van itt is. De lámpa itt nincs. Haha! Megvan. Úgy tűnik, hogy most körbenézhetünk. Itt az ideje. Megismerkedjünk a másik oldalával. Van egy pavilon, kis kert. Erkély oldalt. Gyönyörű nagy kúria, gyönyörű nagy ház. Te is most vetted észre, ugye? Hogy így szemből néztük, így feltűnő volt már. Nézzük, hogy kerítés mindenhol van-e. Nem-e hiányos. Az ajtó az... Istennek se akar kinyílni? Mondta a feliratozó. Hát... Nope. Itt sem látok semmit sem. Nézzük a pavilont. Ezt az építményt csak félig építették fel. Nem baj, szerencsére van nálam. Pavilon foltozó alapanyag. Mantája macska. Igen. Még egy lépcső sincs, amivel fel lehetne jutni az erkélyre. Majd lesz barátom, majd szerzünk egyet. Ez a csapóajtó levisz a pokolba. Pincébe valószínűleg. Ott láttunk valamit, itt tetőt meg lehet nézni. Az ember nem tudja, hogy hova kattintson, de... próbálkozással szépen lassan elérhető lesz minden. Nem lehet megkongatni? Ha meg lehet, akkor nem innen lehet. Ez mi az a lepárló? Hiányosnak tűnik, igen, igen, én is úgy látom. Ehhez kell majd valami. Itt ez az. Ez az, ahonnan hiányzik valami. És csak. Mhm. Ódon díszes rács. És nem lehet tekerni, nem lehet hozzányúlni. Oké. Ez nem illik bele ebbe? Furcsa, de valahogy nem. Pedig annyira... Hát ez nem szimmetrikus. Ablakból három mintás, kettő sima, az direkt. Hol mondja vajon? Itt innen hiányzik a kerít, a korlát, ez az. Oké, és akkor ezt most lehet tekerni? Mert szerintem kell, hogy tekerjük, igen.
Aha. Ilyenkor be tudod fordítani. Várj, mi lenne a cél? Nézzük a másikat? Hű. Jó, szerintem szimmetrikusnak kell lennie, ugye? Akkor ez áll fölfelé. Az áll lefelé. Ez áll balra fel, az áll balra le. Jó, értettem. Kész. Jaj, várj, a közepe. Ó. Na, ez súnyi dolog. Azt hogyan tudod megfordítani? Csak is akkor engedi mozdítani, hogyha ott bele... Engedd el? Wow. Nem, mert az alja akkor is fogni fogja, ugye? És mi lenne, hogyha kiengednénk az aljánál? Akkor meg lehetne tekerni, ugye? Ez lesz az. Not bad. Így lefele. Ez az. És akkor most csináljuk ezt így lentre. Azt ott mindjárt fentre. Ez áll balra lentre. Az áll balra fentre. Kész van. Menő. Újabb szoba. A dolgozó szoba. Jó nagy rendetlenség és káosz uralkodik. Ez mi lehet? Itt van alul valami. Ide valamit be kell tenni. Nem, ezt végig kell. Aha. Értettem. Tehát közép, jobb és bal. Így van. Ez kinyitott itt valamit. Jézusom. Még itt is be lehet nézni? Még itt is. Ezt forgassuk el úgy. Na jó, előbb ezt oldjuk meg. Előbb ezzel dolgozzunk. Meg kell, hogy pergessük. Szabad kézzel nem fordíthatod el. Miért? Akkor mivel fogod elfordítani azokat? Mi kell csavarhúzózni minden bizonnyal. Ezt meg hiába pergeted itt a jobb alsó sarokban. Ezek itt különböző szimbólumok. Egy. Kettő. Mindegyiknek világítania kell? Érdekes. Ezek szerint négynek kell világítania? És az ötödik. Nem jó. Akárhányat beüthetsz, érthető. Ez a kép, erről hiányzik egy mozdony. Aki félbe tépte. Lehet látni itt egy örvényt, ott lehet látni a szokásos jelölést, ott lehet látni egy háromszöget. És mi van még? Hát, hogy fogunk még találni egyet mást. Ez miféle gépezet? Erekje a gép belsejébe ragadt. Ki kéne szedni onnan. Végre most már látunk is, és nem jójózik a szemünk. Az ott nem engedi, hogy a kar megfordulhasson. Nem lehetne feltépni innen? Mi lehet ez a gép vajon? Te könyv. Ez a kőzgép manuálja. Sziasztok KitKat, hogy vagy, mi a helyzet? Vártunk rád, de nem jöttél. A feleségem magához szólít, hallom a hangját az előszobából. Ma lenne a napja? Oly hamar eljött. Látott szájjal nézem, miként alakul át a szerény dolgozószobám. Egész gyárlétesítmények nincsenek ilyen jól felszerelve. Még jó magam is alig tudok néhányat megnevezni. Szinte elállt a lélegzetem örömömben. A kutatásom tárgya egy különös dolog. Egy újonnan felfedezett elem, melynek tulajdonságait még nem ismerjük. És oly ritka, oly értékes. Csordultig telik a szívem, látván, ahogy Abigail sugárzik. Mindent megadhatok neki, de távol kell tartanom őt ezektől az alakoktól. A körrel nem szabad packázni, azonban a feleségem egy kíváncsi nő hírében áll.
Hát itt vagyok. Na jó, de hol voltál? Ugye ez a nem mindegy. Hát ez a nem mindegy. Hát csinálom én itt nektek a műsor, de minek? Feleségem egy kíváncsi nő hírében áll. Egy fiók. Hopp! Meg is van a medál, amin van négy fura. Ez a vesztes izé téma. Még nem tudjuk, de odakint ugye volt egy ilyen... Hát nem is tudom, minek nevezzem. Iránytűnek nem mondanám. Ezt lehet tekerni? Nem lehet. Hopp! Aha. Ez itt folyamatosan fog, gondolom a gőz miatt fel lemozogni, és ez így billegtetni fogja, néha ez van fenn, néha ez van lent. És hogyha az ott billegteti, akkor nem tudom, hogy miért lesz az jó. Itt megengedtük, hogy a gőz bejöhessen a gépbe. Igen, igen, jön, elfordítja. Rá kéne pöccinteni, de nincs, ami oda tartsa. Kell egy rágógumi, amire ráhúzod, és akkor rátapad. És akkor utána a pöccintésre indul. Oké, ez mi? Tovább engeded a gőzt. Érthető minden. Ezt fel kell húzni, hogy ezen menjen át. Furcsa. Hát ezt tekerni kéne, ugye? És amíg azt tekeredik, addig van is időd. Mire? Mire van időnk? Mi történik? Csináld itt a műsort, nem lehet ugyan szekálni. Alszik már amúgy az emhajnal. Érdekes. De ne ezt nézegessük egyelőre. Idekint. Nézzük ezt meg, nekem ez hasonlít erre. Nem hasonlít, csak úgy tűnt elsőre. Itt, amit láttunk, ez. Nem mehet rá. W-t nem tudod megnyomni. Lehet, hogy ez csak informatívan mutatja, hogy mi a helyzet. Az ablakokat mit mondtatok, hogy 5-ből 4, nem tudom, olyan, meg nem olyan. Ez mi? Ez itt egy S betű, tehát van egy West, egy South. Ezek szerint itt kell, hogy legyen még kettő. Ez a puzzle megoldása lesz bent, ugye? Van még. Van egy nyugat, van egy dél. Ez valami más puzzle lesz. Abba menjünk be? Nézzük meg, mi lesz ebből. Az a négy furatos őrület. Ide gondolom nem segít nekünk, ugye? Ó, hogy ezt lehetett forgatni. Oké. And it's done. Haladunk mindennel egy picit, aztán majd a végén összeáll a labirintusból való kijövetelünk. Kinyitod? Jön a négy izé és bigyul a rá. Így van. Széttekeri. Fém öntvény keresztel a közepén. Láttunk valahol keresztlyukat? Igen. Kicsavarja. Kinyitja. Szépen haladunk. Szóval itt ez egy kicsit advancébb. Éjféli altabb. Kicsit advancébb feladat lesz mindjárt, várjál. Ez egyébként jól menne oda hozzá, ha ez így lenne. Ó, most már az alsókat is változtatni kell. Jó.
Könnyű. Nézzük, mi változik. Ú, de keményen kihajolt az a dolog. Az ott mi lent? Ó! És fiók szerkezet? Benyomod, kihúzod, megszerzed a tekerő fogantyút. Oké. Nézzük a tetejét. Ott is marad. Nagyon jó. Ez... egy tekerő fogantyú hiányzik róla. Átrakja a két elemet. De rohadt menő! Micsoda mechanika! Ez nagyon tetszik. Tegyük vissza a kettőt abból. Tegyük ki. Aha, már látom, hogy minek hol kell lennie. Ez a helycsere, ez kicsi nehéz lesz. Egyszerre nem tudod megcsinálni, ugye ez... mondom, sokak számára egyértelmű lehet. Kizárólag úgy tudod. Ezt addig tegyük ki. Összekövetést Mr. Abusernek. De kit szoktál abuzálni? Remélem, hogy nem a csajokat, mert akkor ban lesz a vége. Azzal a be is fordul. Tesszük rá ezt. Ez megy a helyére fentre. Ez átcsúszik oda. Kivesszük ezt. Nagyon jó ez a mechanika, nagyon tetszik nekem. Jön ide lentre. És az utolsó is mindjárt a helyére kerül. Yes. Az egész megemelkedve egy bakett kút darabját fedi fel előttünk. Megnézve, itt nincs semmi már. Vissza lehet tenni. Ki lehet húzni. Oké. Itt ez még mindig nem mozdítható. Miért nem? Valami nagyon különleges szerkezet fog majd rajtunk itt ez ügyben segíteni. Ez micsoda? Ez mi? Ez a fogantyú meg sem moccan. A mintázat szimmetrikus? Annak tűnik. Erre van megoldási ötleted? Mármint, hogy mire? Volt egy west, volt egy south, és akkor nem tudom, még ez. Ez egy sorrendbe kellenek? Hogy volt egy, kettő, három, négy, öt. Öt kód, öt van a kódsoron. Mit láttunk eddig? Ezek már ebből a játékból ismert jelölések, ugye? Lehet, hogy jó szekvencián indultunk el, és azért volt ötös. Néha elviheted 8-ig. Néha nem viheted el 8-ig. Lehet, hogy fordulatok száma fontos. Furi. A negyed körökkel bezárt ajtóra. Hogy szabad kézzel nem tudod elfordítani. Hát ezt úgy kellene, ugye, hogy lefordítod mindet, de nincs semmi nálunk, ami... segítene ebben, hogy megforgassuk, ez majd később fog csak kiderülni a játékból, hogy mit tehetnénk vele. Jó, szerintem jöhet a pavilon kirakása kintre. Azoktak a kerekek? Meg fogjuk nézni, köszönöm. Ki kell egyítem az ablakot, hogy legyen oxigénem. Ez itt egy szobor? Nem, ez egy kút. Ki lehet tekerni? Be lehet tekerni? Kinyílik a ház oldala. Menő! Ez egy újabb szoba lesz? Jó, egyelőre még ne ezzel foglalkozzunk. Maradjunk annál, amit megkezdtünk. Szóval... van egy nagy ládánk. És a tekerem itt fent.
Változik ott lent? Szerintem nem változott semmit. Feld meg a gombokat, akkor mozogtak a kerekek. Mi? Feld meg a gombokat. Ti mikről? Mikbe vagytok? Próbálom megérteni. Hol? De ezt? Á, na hát. Azt a rohadt, ez megmoccan. Ez jó furi. És hogyan lehet lokkolni? Oké. Rá kell jönnünk, hogy mi az, ami ott tartja. Ezt már nem tudod itt megpöccinteni. Nem mondom, hogy látom, hogy mi lokkolja le. Hogy ne csak egyetlen egyel foglalkozzunk. A többi nem mozog ugyanis. Kell, hogy legyen valami váltó gomb, amivel átállhatunk egyikről a másikra. Hát ez jelenleg még nem látható. Ez csinálja a másikat. Így. Jöhet ez is. Ez nem pöccinthető, akkor menjen ez. Hát. Betolni nem tudod, kihúzni nem lehet. Na várjál, aha. Innen már mindent felvettem? Ez mi? Valami innen hiányzik, érthető? Tehát ide majd hoznunk kell valamit, hogy ez működjön. Lehet, hogy a többi ház részben lesz eldugva. Ez mi itt lent alul? Ez lefelé is húzható lesz, látod? Alul van egy kallantyúja. Érdekes. Jó, ezt nem is kell innen birizgálni. Másik fiókok esetleg? Hát nagyon nincs rajta már most olyan, amit lehetne még izélgetni. Erre hiába próbál kattintani, ezt nem engedi. Azt látjuk, hogy itt lehetne valami, ez gondolom a felső része. Ennek kéne lennie az alsó részének, ugye? De itt... Nézzük ezt meg. Átviheted a golyót oda? Ó, milyen érdekes! Ki lehetett húzni ide a golyszlit? Egy tűzgyújtó! Ez egy tűzgyújtó? Bevallom, én ilyet még nem láttam. És ez a fire starter. Gondolom, hogy nem minden hiányzik, ugye? Nem, de majd valami sokágú csillagot kell betenni. Már majdnem megvagyunk ennek a megfejtésével. Tűzgyújtó. Az biztos egy olyan berendezés, ami... ahhoz kellhet... hogy itt legyen gőz valahol. Ezt hiába tekered, szépen visszamegy. És mire megnéznéd, hogy mi változott, nem változik semmi. Hopp! Történt. Valami változik? Hova nyúltam hozzá? Mi változott meg? Fenti részt nem tudod birizgálni. Ez ki van offolva. Ezt magát, igen, érthető. És a háttérben valami elkezd lebegni, látod ezt? És hogyha a végtelenségig pergeted, felmegy? Nem, de lebegni kezd. Csak tipkova plusz acánol lehet egy darab. Én nem tudom, lehet, hogy acánol. Bevallom, nem ismerem. Ezt nem lehet jobban megnézni ott? Nem. Ja, ez egy kutyájhasinállyal. Meg savismiddel. Hol van? What the fuck-a vajon? Hát már hiányolom itt őket.
Aha, ott az egy kar, amit meg kéne húzni. Nem, mert ez oda van fixálva. Elforgatod és azt oda teszed? Semmi. Próbálok rájönni. Értem én, hogy az így... Ez a... Oké. Igen. És ez mehet tovább is. Így van. Ez jöhet lentebb. Hiába jön lentebb. Gondol. Ezt rá kell csatlakoztatnom majd valamire? Van neki árnyéka is, hogyha valaki esetleg nem venni észre. Hiába áll lefelé, ugye? Ez három? Igen, ez három ágú, nem négy. Így van. Mikor engedi le őket úgy, hogy várjál, mi volt ennek a lényege itt lent? Tekered, elindul valamerre, és aztán szépen lassan visszaáll valami miatt. Hasonlít Archimedes gőzkerekére, igen? Ott lent azt a mutatót nem tudod megbirizgálni? Valahol el kell nyitítsam a tüzet. Az mi ott kint? Ja, ez a kinti rész, amit kint látunk. Ez szép szőnyeg. Ott már csak egy puzzle hiányzik. Mi lenne, ha megnéznénk ezt a részt? Próbálok duplán kattintgatni mindenhová, hogy hát ha megnyílik valaminek a megnézési lehetősége. Ezen kívül persze, de hát ez nem. Erre ki a gép belsejében ragadt. Aha, tehát az, ami tartalmaz magában ugye valamit. Ez tényleg egy fluxus kondenzátor. Ezt nem tudod megnézni jobban. Meg tudod nézni ezt itt balra? Nem. Van egy cső, ami itt megy. Egy cső, ami itt erre bemegy, és ez lesz végül is az, ahonnan valami szerintem hiányzik. És csak, tehát hogy ebből jön ki a gőz. Ez az egyik rész már nagyon jól néz ki. Miért az előzőek nem néztek ki jól? Jó, itt az idő, hogy belenézzünk a másik szobába is, amit kinyitottunk. Lehet, hogy ezek nem feltétlenül sorrendben jönnek, hanem egyik közbeékelődhet a másikának. Te vasz a nagyal? Jaj, az a konyha. Olvassunk. Receptek. Behúzódtam a lépcső feljáró árnyékába, amikor megütötte a fülemet az emelkedett hangnem. Zsigerből jövő fenyegetések, amikből csak úgy árad az erőszak. Lassan halad a munkával? De miért? Nem hiszem, hogy Edward csak úgy elbukna. Titkos nyelven beszélgetnek. Ebből még nem áll össze a kép. Az bizonyos, hogy ezek az emberek nem tudósok, úri emberek pedig pláne nem. Vajon miért hívtuk meg őket az otthonunkba? Végre valahára elmentek. Beszélnem kell Edwarddal, de eltévedtem volna. Kétszer kell befordulnom, hogy megtaláljam a dolgozót. Az apám dolgozó szobáját, az ajtót, amin egy gyerekként annyit hallgatóztam. Most meg alig ismerem fel ezt az ajtót, csak megérzéseim miatt tudom, hogy mi van mögötte. Mintha egy sötét folt lenne a világon. Ez az Edward elkezdett kísérletezni a nullelemmel, ugye? Nem lett jó vége számára. Hát, ezt meg kéne emelni, de ahhoz ez el kéne, hogy engedje, ugye? Hogyan így, hogy le kell hajtani őket? Aha. Érthető, csak miért nem hajlik le? Azért nem, mert ide kell egy csavarhúzó, ami rákapcsolódva, értem, elengedi. Oké, kell egy csavarhúzó. Ez itt mi? Ojaj. Ez... De
Nem úgy tűnik, mintha tekerhetném. Mit akarnak ezzel? Ja, várj, itt alul lehet forgatni. Oké. Okay. Tehát így nem tudod forgatni. Így viszont de. Így át lehet rajta vinni. Hát... Azt akarják, hogy vigyük át az összes ilyet? Furi, furi, de oké. Okay. Kitekeredik. És talán kinyílik középen. Szia, Drakó! Jó pihenést! Apró kerék. Lehet, hogy itt kell majd tüzet indítani? Tűzgyújtó. Oké. Okay. Tekerjük a másikat is. Ide kettő kulcs kell. Innen hiányzik valami. Én is így látom. Ez a fiók. Nem fog addig felnyílni. Pedig van benne is egy kerék valami. Ez mi lehet vajon? 3 pont. Ez is nagyon furi cucc. Kombinálni nem lehet a cuccokat az inventoriból. Nézzük, mit találunk itt még. Ez is valami. Hiányzik egy kallantyú, amivel lehetne esetleg még egy darabot. Hát, hogy ebben van? Háromszög, egyenes, Twin Peaks, vagy éppen LMV 2 és 2 egymásba fonódó gyűrű. Oké, okay, kaptunk egy kódot. Nem lehet, hogy ezt esetleg be lehet ütni? Háromszög, egyenes, dupla háromszög. Nem, ez 4. Ez 4 kód, nem 5. Dupla kör. Lehet, hogy valahol még kell használnunk. Nézzünk körül. Háromszög. Karika. Ott mi van? Kéznyom. Száncsengőt? Azt nem ismerem. Csempék, ezek nem tudom, hogy esetleg valahol birizgálhatók-e. Ez gondolom, hogy nem ide jön be, ugye? Mert ez ilyen Y alakú, aha. Ide majd az lesz, ami szerint golyós csapnak tűnik. Ami csapot kell ott majd bigyulálkozni. Szép serpenyő, itt lógnak a fűszernövények, ez oregánó. Itt ez semmi. Nem. Hiányzik egy darab a csőből, látod? Ide be kell egyet valamit tenni. Nyilván semmi nincs nálam. Ott alul is van valami. Szemfülesnek kell lenni. Megvan a fogantyús rúd, ami által felhajthatod ezt, hogy kivehess egy... Valami van ott, de nem érem el. Hát egy üvegbarátocskám. Mindjárt megnézzük, hogy valamit találunk, amivel elérhetnénk. Ez biztos, hogy feljön ide. Kell egy rajta lévő kódnak lennie talán. Igen, a háromszög az első. Utána ez. Háromszög, háromszög, kör, kör. Kinyílt. Nézzük, mi lesz ez. Ez egy tintás üveg. Ezt már láttuk valahol a zongorában. Oké, okay, akkor lehet ez a következő. Vigyük is ki. Lehet, hogy majd visszajövünk mindjárt ide még, mert ez még nem lett teljesítve. A dolgozó szobában mindenféleképpen be kell menni. Hány óra volt neked, nem hajnal? Nem zongora, az csak nagyjából arra hasonlít a gépezet itt mellettünk, ugye? Ahová be kell tenni ide valamit. Kinyílik, és ezzel, hogyha megnyomod a gombot, újabb puzzle-ok jelennek meg.
Érdekes. És ezt nem húzhatod fel addig, amíg ez be van rakva. Csak a tetejét. Érdekes. Mi lesz a kód? Hát itt bármi lehet. Van egy háromszög. Ezt még nem tudjuk. Egy dolgot viszont biztosra vehetünk, hogy ezt kell húzigálni mindjárt. Mindjárt lesz ennek még húzigálása. Hát ott sem. Talán így esetleg. Ezt még nem látjuk, még nem tudjuk, hogy mi az, ami ennek a kódját megmondani. Régi és íróasztal divat volt rejtekelyeket kialakítani benne. Menő! Szia, Szizafű, jó pihenést! Ezt még nem látjuk, hogy hogyan lehet úgy fordítani, hogy origálni, vagy bármit csinálni ezzel a fiókkal, hogy itt minden a helyére kerülhessen. Megváltozott? Nem. Lehet kicsit húzni, tolni? Nem. Kijött. Kérte, hogy kijöjjön. Nem lehet, hogy fent és nem tudjon annak kell lenni. Lehetséges. Itt van egy kör, egy áthúzott bolygó. Lent meg háromszög van, ugye? Igen, háromszög, amin átúszik egy kígyó. Ez így jó. Ennyi. Jaj, hát ez nagyon könnyű volt, annyi, hogy eszembe se jutott. Én azt hittem, hogy máshol kell ezt keresni. Zománcozott kerámia darab, ügyes vagy. Zománcozott kerámia darab, ami át van nyomva szögekkel. Kerámia darab, és gombos tyűket vertek át rajta. Lehet, hogy ez a fiók lesz az. Igen. Be is van jelölve? Be. Volt rajta egy ilyen vájat. Na lássuk. Mi lesz ide bent? Van valami fura abban a nyílásban. Benézünk a lencsével. Ez az előző rész mechanikája volt. Oké. Lefelé? Aha, tehát tudod a fogaskereket helyezgetni. Tudod ezt tekerni. Érthető. Vigyük fel, vigyük vissza. Ki teljesen a jobb szélre. Tekerjük meg. Ezt behelyezte adott pozícióba az utat hozzá. És vigyük fel. Vigyük vissza. Ez az alsó sor mozgatója lesz. Hová kell esnie? Talán az utolsó pozícióba? Mit érsz el vele? Mit érünk el vele? Hogyha betesszük oda, nem fog hozzáérni sehol. Ez nem a végpozíció? Hát ez így nem mozgatja, mert nincs semmi, ami ott mozgassa. Mi a fene? Szevasz, Venka, jó pihenést! Jó pihenést mindenkinek, aki már is megy aludni. 0 óra 23 van, én pedig nagyon töröm a fejem, hogy az alsó az hova állítódik be? Alul középen is van egy nagy fogaskerék. Ez. De ez majd később fog forogni, nem? Szevasz, Andaron! Hogy vagy, Mizu? És csak azt veszi el. Persze. Mert ennek be kell állnia ide. Ez lesz a végső forgatás. Casting Couch 322. A végső forgatás. És akkor ezzel tovább tudod azt, hogy nyúzni. Miért teszed ezt? A középső megmoccantására
Leblokkoltam. Gondolkodjunk? Oké, hogy kettőt pozícióba helyeztem, de hogyha ezt valamiért nem tudtam megmozdítani, akkor ez így nem jó. Itt a hiába. Sarkot is nézd meg. Ja, itt van fent. Na ez volt a hiányzó láncszem. Ez volt a hiányzó láncszem. Így van, ez kapcsolódik hozzá. Pedig csak végig kellett volna követnem a szememmel. Így. És akkor már is mehetünk lentre. Nagyot megpöccinteni. Ez az. Mondjuk rávezethettél volna a megoldás helyett, de azért köszi. Ez itt nem más, mint a makett szivattyú emelő karja. Micsoda kemény szivattyúzások. Na nézzük már is akkor ezt a tárgyat közelről. Itt minden visszaáll eredeti pozícióba. Ilyen szép, ahogy így automatikusan működik. Bezárja a közepét is. Már nincsenek benne tárgyak, ugye, amiket ki lehetne venni. De rohadt jó. Hát ez nem semmi volt. Amit betettünk, az benne is maradt. Szerintem itt akkor ez már nem is kell. Viszont, ami kellhet, hogyan nyitjuk ki a tetejét, mert azért ebben még jó sok minden van, mint feladvány. Van egy zománcozott kerámia darabom, van egy makett szivattyú emelőkar. Makett szivattyú emelőkar. Tűzgyújtó. Ezek mind szükséges eszközök lesznek. Semmi nincs, ami nem lesz felhasználva. Nem baj. Se baj, ráncs. Nem haragszunk érte. El voltam anyátlanodva, le voltam blokkolva, hogy hol van az utolsó, miért nem látom. Azért, mert nincs itt oxigén. Kinyitom az ablakot. Addig vegyétek szemügyre ezt a gépet. Rendesen. Igen, szóval, hogy beszéltem egy ideje, csak valahogy elmaradt. Bocsánat. Arról beszéltem, igen, hogy tökre jó, hogy van nekünk egy ilyen emelő szivattyunk, és akkor rá is jöttem, hogy hát ez kint van. Kint van valószínűleg a makett szivattyú, az a maketten keresendő. Most már ezzel meg is vagyunk, de hogy ez mi a szar lehet, tökre jól megy a színe a házhoz. Ez itt mit mutat? Ez az éjszakot mutatja. Várjál, hogy voltak ezek? Hogy volt egy darab, itt ez volt a south, ez a déli oldal, ez az északi oldal, ugye? Ez szerint igen. És ez volt a nyugat. Akkor ez itt a kelet. Bár ezt itt nem mutatja semmi, de könnyen kitalálható, hiszen ez a hiányzó láncszem. Itt itt is van, hogy kelet, látod? Fel van téve mindegyik, nem lehet, hogy az egyik ezek közül megnyomkodható?
Nem. Tutira tudnunk kell, hogy merre van melyik égtáj. Szia, Nicóka! Fura is volt, hogy játszó és csend van. Elnézést, bocsánat, bocsánat. Elnézést kérek. Ez egy apró kerék. Most, hogy benyomtuk a vizet ide, nézzük meg, hogy mi változott meg oda bent. Ez a konyha lesz, innen jön a víz tovább. Töltök még egy pohár vizet. Lehet, hogy ide kell az a... Nem. Vízgyújtó. Ott van lent szerintem valami, ami nekünk fontos lesz még, de nem tudom még... Nem tudom kiráncigálni azt onnan. A tűzgyújtó ide nem jó? Nem. Pedig ide bentre tüzet fogok rakni. A szétszentség. Miniatűr konyha. Ide akkor csavarhúzó kellett, igaz? Nem lehet amúgy kicsavarozni ezzel valahogy? Nem. Pedig abban is biztos van valami fun faktor oda bent. Nézzük közben a befőtteket, edényeket. Már jön is az oxigén, már érzem, ahogy táplálódik az agyamba. Kicsi le voltam lassulva, de most már brutálisan megnyomom. Most kijött onnan a víz miatt ez, az italos üveg, logikus, és ezt le lehet tekerni, ugye? Szórakozol? Megvan. Félbetépett fénykép. Ez megy a másik szobába. Ez a gőzmozdony lesz. Tegyük a helyére, és akkor nézzük a régi íróasztalt. Szerintem majd földgömb összerakásán lesz szerepe az égtájaknak. Lehet, hogy úgy lesz majd. Egyelőre ezt még nem tudni. Vajon nem hajnalnak? Mennyi ideig tartott a játék végigjátszása? Jaj, ide jön a kép. Pedig itt van. Na, azért, igen. Itt kaptuk meg a jeleket. Azt mondja, X, S, 2, bigyó, T. Tehát, X, S, 2, bigyó, T. Négy és fél óra. Akkor 1:30-ig nyomhatjuk, nem? Kaptunk egy mozdonyt. Ide bele is illik ez, ami nálunk van már. A kerék. Kiengedi. Ráfordítja. Lehet tekerenciázni azonnal. Ahhoz ott kell, hogy legyen valami. Rácsúszik? Nem, lecsúszik. Ráfordít. Igen. Visszafordít. Ilyen szarra jó ez. Várjál. Úgy látom, hogy a jobb oldalt is figyelni kell, nem csak a balt. Persze. Így. Mit akarunk ezzel elérni? Át kell fordítani az egyik oldalra a másikra? Miért nem jön itt tovább? Jön ez tovább, nem kell azt félteni. Akkor gyakorlatilag innen tudod átállítani ugye egyik oldalra a másikra, abban az esetben, hogyha az egész úgy fordul, hogy... Miért csinálsz ilyet? Hogy így legyen. Ennyi? Jaj, barátom! Egy ütköző. Nem szabad az ütközőn utazni, ez megvan nektek? Szegény Peti nagymamája. Egy ütköző. Oké. Itt nem szabad utazni. Egy vezetőtengely. Vezetőtengely? Meg kéne nyomatni ezt is, akkor ez minden bizonyal innen hiányzik, így igen. Jön ez, hát mindenki érti, hogy hogy működik. Ugye a dugattyú, az most kemény szivattyú dugattyú.
odafelé dug, visszafelé szív. Ezt nem tudom máshogy elmagyarázni. Egy fémből készült rács, ugye a vákum erejével. Fémből készült rács. Nem, ez valami más. Jaj, hogy az eleje. Aha, igen, ez a hókotró. Így. Rohadt menő ez a maket. Elalakú könyök. Nem az óra, az a hókotrója. Elalakú könyök. Hát ez meg hova való? Itt még valami talán nincs megoldva. Jellegzetes alakú foglalat. Aha. Or spoiler. Nem or. Percenként kettős löket, mint a fűrészelésnél. Percenként csak kettőt lök. Belenézünk. Nézzük, elméletileg kész van. Az a nyílás. Már láttam ilyet korábban. Oktatás. Most ezt kihagytuk. Most én vagyok a masinista. Keményen rátekerek. Síkot csináljuk úgy, hogy egy helyen legyen, közép pozíció. Hát talán jó. Nem, várja, itt jön, ami nekem kell, igen. Így. Itt lyukak vannak rajta, nézd csak. Így. Wow. Várjál, várjál, tekerjük meg itt is. Wow. Jó, de és az utolsóval mi a helyzet? Ezt nem lehet megtekerenciálni. Nem, ez nem engedi. Felhúzni, nem, várjál, kintről. Kintről nézzük meg. Ezeket, hogyha megtekered, akkor mi történik? Így. Ennyire hatékony a fűrészelés? Hány történik egy perc alatt? Á, ezt, ennek van mérőszáma? Percenkénti kettő, ez már nagyon gyors. Mihez képest? Ti nem szoktatok nagyon fűrészelni, ugye? Nem vagytok nagy favágók. Ez egy F. Az egy J. Tekerni is lehet. BF. És ez mi lesz ott balra? Mondom, lehet tekerni is? 25. Jó. 25 BF. Ezt valahol meg kell adnom. Az utolsó ilyen izét, utoljára lévő gurigát nem kell bigyulázni, hogyha jól látom. Kapcsakód. Amúgy igen, van benne valami. Ez BF 25, ez más nem lehet. Én is ezt gondolom. Ez engem nagyon zavar, hogy ezt nem lehet meg birizgálni. Lehet, hogy ez ennyi volt. BF 25-ös. Be lehet oda menni, meg lehet nézni. Innen nem is látszik, csak abból az egy adott szögből, és úgy nem is tudod oda vinni. Aha. Ez miért volt ez így jó? Nem lehetne ezt mozgatni? Úgy mozgatni, hogy... Ha ez az egész, de hogy nem? De nem engedi, látod? Tehát ide már nem enged hozzáférnem. Pedig, hogyha itt tudnám mozgatni, akkor ez az egész a dugattyúval ugye jobbra-balra mozgatván előhozná ezt a forgóirányú mozgást. Tehát azzal, hogy ugye így van elrendezve rajta, ilyen hullámvonalban van a hengerre feltéve ennek a vájata, az ebbe beleilleszkedő, hát én nem tudom micsoda, az gyakorlatilag jobbra-balra mozgást végez, de közben pedig ugye a henger forog. Megvan.
BF 25-ös. 25-ös BF-es. Így, így. Szóval erre volt szükség ahhoz, hogy kinyíljon az eleje. Egy felhúzó kulcsot találtunk. Aha, és ezt hova dugod be? Talán ide bentre? Szevasz, katáik! Hogy vagy, mi a helyzet? Kösz szépen a rédet, jó estét kívánok minden kedves kata 148 nézőnek. Ez nem ide kell. Miért nincs itt egy másik? Ugye, mint hogyha ide kellene még egy. Nem, ez biztos, hogy nem ide jön. Mit fogok ezzel felhúzni, ezzel a felhúzó kulccsal? Hogyha vonat mozdonyom lenne, hol indítanám el a, az egésznek a betekerését? Hát gondolom elől, vagy alul, vagy oldalt, nem? De amúgy... Ez micsoda itt? Ez nem véletlen van ott, ugye? Érdekes, érdekes. Itt már nem tudok vele mit csinálni. Megszereztük a felhúzó kódot. Lehet, hogy valami olyan helyre kell bedugni, amiről egyébként nem is álmodnál. Vagy egy újfajta testnyílás. Hát így a tetejébe a gőz mozdonynak a gőz moznyába. No. Nem tudom, az hova megy be. Talán ide? Várjál. Á, pedig jó lett volna egy ilyen X-alakban betekerni ezt a gépezetet. Bonyolult. Bonyolult határozottan. Egy tekerő, amit nem tudod, hogy hova dughatnál be. Talán ide? Nem, mert itt olyan, mint hogyha csőelemek hiányoznának. Hogy valamivel ezt le kell forgatnunk. Hogyha ez felemelkedne, és ez le lenne tolva, akkor ez bemehetne. Nem, mert az a baj, hogyha ez emelkedik, akkor ez is jön vele, és azt úgy nem lehet. Ez a szivattyút mozgatja, nem az egész szerkezetet. A szivattyú fentebb jön. És ezzel mi a fene lesz akkor? Innen akkor is hiányzik valami. Ez akkor is nagyon hülye helyen van. Jó, persze, ez még nincs megoldva. Itt még aztán bármennyi feladvány is lehet. Masinista fülkében ott húznád fel. Mindjárt megnézzük, hát ha. De én ott úgy emlékeztem, hogy megnéztem, és nem illett bele sehova. Itt van velünk Loretta, 87. Ide nem, nem illik be semmi. Ez a gépezet adagolja a vizet alulra. Ez micsoda volt itt? Ez egy újabb puzzle. Miért rakott fel? Nem áll meg ott? Ezt lehet tekerni. Itt valami van. Itt valami lesz. Ezt még nem látjuk pontosan, hogy micsoda. Hát ez nem szimmetrikus. Ez nem. De mire gondol? Hogy is lenne szimmetrikus? Hogyha nem megfelelő a kettő egymásnak. Ah, én se ismerem. Itt jön a gőzgépnek az eresz, várjál. Így jön a cső. Onnan lentről a konyhából ereszkedik oda be. Aha, és itt a... Tök jól be is csatlakozik a gőzgépezetbe az irodában, látod? Tehát ez tök jól kíváncsi, vagy találva, hogy a falban menő cső az itt látható előtted. Ezt tekerni kell? Csak félig építették fel ezt az építményt. Annyira szeretném látni, hogy hova való ez a szar, hogy ez micsoda. Nem lehet, hogy ez az egész asztalnak egy ilyen letört sarka. Hát...
színű. Kissé dörög az ég. Ott van valami ablak. Nope. Ezt itt megtekerni nem nagyon lehet. Nagyon nézelődöm, nagyon gondolkodom, de egyőre sikertelen. Vissza a dolgozó szobába. Eddig minden szépen és egyértelműen működött. Itt jön be a víz kívülről. Átmegy ezen a cuccon, itt a szelep, várjál. Ez itt mi volt? Ez egy széf. Ez az, amit megtekerünk, és aztán visszaáll. Szép lassan áll vissza, ez benne a még zavaróbb. A szerkezetet ott a jobb oldalán nem tudod megvizsgálni, valamiért nem áll úgy össze. Ütött kopott egy széf ez. Itt van egy háromszög. Miért van rajta bejelölve ez? Ez a két ujjas megoldás. Attól, hogy bezárod, még nem lesz jobb. Volt itt valami, amit lehetett tekerni, és akkor a jobb oldalon változott az egész. És látod, ennek gondolom az az a lényege, hogy itt valami forgómozgás jön létre. És ha a forgó mozgás létrejön, akkor azt ott a háttérben fel fogja vinni ezt a bigyót, ami megemelkedik, és azzal már szerintem ott marad majd a helyén, ugye? Akkor már el fogod tudni vinni a jobb oldalra, ki fog nyílni ez. Értem, szóval az egész gőz megoldásnak az a lényege, hogy ez felemelkedjen, és akkor utána kinyílik majd ez a széf alulról. Ebben van valami fontos. Íróasztal, amit felemelték kar, felemelkedett fogaskerék, ez nem hagyja meg a mozdonyt, hogyha megforgatod? Hogyan lehet megforgatni, miközben fenntartom? Mert az két külön mozgás. Hát ott elengeded és nem marad ott. Jó lenne, hogyha ott maradna, de sajna nem. Amint elengeded, tehát vagy fel, vagy lehúzod. Ez a két irányú mozgásod van. És hiába kattintasz rá az oldalára, vagy bárhová, itt már nem reagál, tehát itt már a nagy részét megoldottuk a puzzle-öknek. Itt még ezt lehet nézegetni esetleg, hogyha olyanod van. A háttérben láttuk a kódot, ami alatta volt. Amikor befolyik a vízirányt, a csugárban körbehajtja a okori mechanika. Igen, értem, hogy a vonat alján is volt fogaskerék, azért gondoltam. Hát ez jó lesz ez a gondolat. Tuti vagyok benne, hogy ez lesz a lényeg, hogy így lesz ez meghajtva. Csak nem marad ott. Nem tudom se balra, se jobbra zigálni. Sajna. De ez lesz az, amit mondasz, igen. Nem, itt már nem tudok mit kezdeni ezzel. Van ott elején mi van? Sárhányú. Egy puzzle volt rajta. Lehet a vonat, ha megy, akkor elforgatja? Tehát, hogyha a vonat menne, és csatlakozna hozzá. Igen, minden bizonnyal az a tengelyen van rajta, tehát hogyha jobbra forgatod, akkor elforgatja egy másik irányba. Kereket meghajtod, nem fordul a víztartály? Kereket nem engedi birizgálnom. Itt volt hozzá az a tekerő, és az már nem elérhető. Hiába nyomogatom oda, nem engedi a játszás. Okotról cucc van az elén. Igen, ha a kereket meghajtod, nem fordul a víztartály. Nem engedi manuálisan. Itt van bent, ez volt az a tengely itt alul, amit hogyha tekersz, akkor az egész változik. Vonatba is megy be egy cső, ugyanaz a gőz fogja hajtani, mint az asztali gépet. Hol látod? Ja, hogy ez? Nem lehet, hogy a mozdony generálja amúgy a vízhajtását?
Na ez egy újabb érdekes dolog. Nem lehet, hogy a... Nézzük meg. Hát... Ez egy kis cső ahhoz képest, hogy az ott milyen. Terelő rács kisebb akadályok bölények telnek eltérítésére. Fülkénél is van mögötte. Ha tehát keresztül megy rajta a víz. Oké. Ez majd biztos jobban fog látszódni, hogyha ki tudjuk nyitni ezt az egészet. Magát az íróasztalt. De nem is ez lesz most a lényeg. Hanem... Hogy honnan folytassuk? Hová illik bele... Ez. Ide hogy nem jön víz? Azért, mert a konyhába megy be. Konyhába megy be a víz, ami nem jön onnan tovább. Meg kellene oldani a víz haladását. Hol akad el a víz? Most én is pontosan erre gondoltam, mert ez volt a gondolatom, hogy itt, innen hiányzik egy elem, amivel át tudnánk küldeni a másik irányba. Hát... Az a baj, mindenképpen a csőben kell maradni. Mert ha mondjuk ezt így beállítanád oda, hogy ami itt lefolyik víz, az folyjon át így bal oldali irányba, az egy sokkal kisebb nyomást engedne meg. Golyós csapnak tűnik, aha. Jó van, haver, de miért nem engeded el? Golyós csapnak tűnik. Ide be lehet még nézni? Mást nem sodort, nem. Partra a víz. Nézzünk körül megint itt is. Úgy néz ki, hogy ezt a csengettyűt már nem tudod virizgálni. Nézzünk körül itt szemben. Itt van még alul valami. Talán ehhez kell. Nem, ez valami kulcsukas megoldás. Ez akkor fog kinyílni, ha megszerzed a kulcsokat hozzá. Itt ezt nem tudod. Várjál! Volt egy ilyen alakú. Uha, kezdem kapizsgálni. Valahol láttuk már szerintem. Valahol volt. Nem ennek a... Nem, ezek csavarok voltak. Ja. Azt hittem, hogy ilyen... Olyan a fejembe ez beleillik, és akkor nem is felhúzó kulcsként használjuk, de akként kellene sajna. Oda nem nézhetsz be, azt nem tudod kinyitni, mert kulcs hiányzik hozzá, víz itt elakad, mert hiányzik egy csukló elem. Tűzgyújtó nem megy bele. Mibe? Ebbe? Nem. Hát a tűzhelybe kellene valahol belemennie. Nem fogja felengedni. Itt mi lehet neki a problémája? Hogyan lehetne ezeket felhajtani? Itt is van valami nyitható dolog, de az nem engedi. Hiába kattintgatok éppen mindent is végig, nem engedi. Nem, olyan, mint hogyha itt a konyhában nem lenne több feladatunk. A csövek itt érdekesek, hogy az áram is, mint hogyha vízcsöveken menne keresztül. Hát ez átfolyik ide, bemegy a lépcső alatt, ott bemegy alatta, így szépen fölfelé. Érdekes az elrendezés, hogy a lépcső alatt megy át, ugye? De logikus, hogy ne akarjál felborulni benne. Így megy tovább, bejön ebbe, és amikor itt szépen melegedik a víz, gondolom itt be lehet nézni, majd lehet látni a gőzt. Akkor ez lesz az a hely, ahol a víz gőzi alakul, ugye? És akkor a gőz megy csak fel tovább.
Van még háromszög, az van a tűzgyújtón. Itt. Itt volt egy... Ez itt sajna nem segít. Elektromosság kezdetén szigetelet nem vezetékeken vitték az áramot. Tényleg? Az nem semmi. Az, és ezt, hogyha hozzányújtál, akkor... Kampó? Ide már nem kell benézned. Ide viszont be kéne. Van egy tekerőm, ami... valahova beleillik, de még nem látjuk, hogy hová. Mondom, a földgömbbe semmiképpen nem fog beleilleni semmi sem. Nem látok olyan lyukat sehol. Ez micsoda, ez valami villámhárít? Ó, sose lehet tudni, hogy merről fúj a szél. Az a máncozott kerámia darab nem illik rá? Sose lehet tudni, hogy merről fúj a szél. Meg le kell olvasni majd éppen róla, gondolom. Jó, oké, ez jó volt, hogy ezt észrevettük, hogy itt van fent a tetején valami. Itt is van valami amúgy, ez is valami fontos. Ez mi volt? Ja, ezt halljuk éppen mozogni. Kulcs? A kulcs? Milyen kulcs? Ezt a tetejébe felpörgetni? Ja, értem, hogy mit mondotok. Aha. Így átlósan akarnátok beletenni? De nem engedi. A lába illhet a szélkakasba. Sajnos nem. Hogy van? Hogy ez a tolla, ez a nyelve a kulcsnek, ugye? Ne, mondja Duracell Nyuszi, aki közben már részeg. Ez így felhúzva sem jó. Szerintem csak a dolgozó szoba lehet most megoldás. Ha csak nem itt kívül találunk valamit. Például... itt egy hiányzó... itt mondta is, hogy hiányzik a lépcső, amivel feljuthatnak, ugye? Az itt mi lesz? Amivel fel lehet jutni az erkélyre. Meg annyi számos rejtély van ezzel kapcsolatosan. Ez már meg lett csinálva, és akkor lehet látni a csápokat ott nyomulni. Itt van egy földgömbünk. Ez mutatja majd az előre haladásunkat szerintem. Kezd lemerülni? Lehet? Jó, itt akkor, ugye, hát azért vannak rajta az irányok, hogy tudjuk, hogy honnan fúj majd a szél, amikor lesz egy kakas, amit ez esetleg ez hajthat. Hát a dolgozószoba az egyetlen. Olyan, mint hogyha hiányozna egy csomó elem. Hát itt is például. Oké, hogy ezt le lehet így rakni, de miért nem tudod megtekerni, vagy rá... Tehát miért nem fixálódik rá, ugye? Mert akkor ezt csak ráhajtanád, és akkor egyből ott is maradna, és akkor be is tekerhetnéd jobb oldali irányba esetleg. De ahhoz jönnie kellene a gőznek, tehát akkor a tűzhelynél kellene szarakodni. Itt ezt hiába nézed, hogy mi merre álljon, az sem fog neked segíteni. Itt a jobb oldalon tetszik, hogy ez ott emelgeti, tehát hogy megmutatja neked a játék. Ez mi volt ez a hang? Volt egy pont. Ja, ez volt a kattanás. Aha. Mérlegféle ránézésre felmegy, a harang lemegy, a cső és folyamatos lehet. Mert ez itt egy mérlegfélének tűnik neked? Ez tűnik annak. Hát ez itt egy dugattyút hajt meg, látod? Hogyha felhúzza,
van rajta egy nyomásmérő is, akkor ott vákum keletkezik, beszívja azt, ami innen jön, nem? Ennek a bal széle. Ez egy csap. Egy szelep, pontosabban. Tehát én így se tudod fixálni. Ezt nincs is itt most sajna értelme. Ezt nem tudod megemelni. Ez biztos, hogy majd a gőz hajtja, amikor jön. Hát ez is olyan, hogy leengedheted, de semmi. Rohadt nehéz ez. Persze lehetne tippet kérni, de nem kérünk. Bal oldalon nyomás kell, ami megemeli a himbát, ezzel zárja a csövet. Tehát a bal oldalról jön az anyag, megemeli ezt, és akkor lezárja a... Melyik csövet? Ezért kell a gőz. Hát itt ezzel gondolom lehet csökkenteni azt, ami ott bent van, illetve tovább engedni a gőzt erre felé. És hogyha ez ide bejön, akkor ez meg fog rajta moccanni. Ez itt a végállomás ennek a gépezetnek, ugye? Mert máshol nem tud nagyon menni. Fura az egész. Se jobbra, se balra, se semmi. Ott a lebegő cső, hogyha a nyomás feltolja a pumpát, akkor lenyomódik, tovább tud áramolni. Zoli logikája szerint jobb oldal, akkor lemegy, vízszintes cső helyére kerül. Tehát ez, hogyha ez itt fel lesz tolva, akkor az lejön. Igen, ez volt a... Amikor így ide bejöttünk, és akkor ezt mondtam én is, hogy ez így akkor a helyére kerülne. És akkor azzal lehetne fixálni, hogyha ezt rá is pakolnánk. De nem értem még ezeknek a működését, hogy miért kell akkor azt oda tenni, fixálni, stb. Hát, hogy el tud durrani valahol. Ez a gépezet szintén... Szerintem ez az erekje talán a végső... fontos rész. Itt is különböző helyeken kell tovább engedned majd a... gőz talán is. Nem is a vízzel dolgozunk már, hanem... gőzzel ugye, az itt mindennek az alapja lesz. Itt sincs semmi, amit lehet egy birizgálni. Nem lehet, hogy mégis itt van valami, amit nem vettünk észre. Szevasz, pacsal négyzeten, jó estét! Ha bemegyünk a vezető fülkébe, nem látunk bármit is. Ezeket már nem lehet tekerni, ez már a vége. Itt viszont valamit lehet... Tarházi mindenit! Hát ez lefele fordult, nem fölfelé. Ez nem kormány volt. Áááá! Felfelé húztam eddig. És tényleg úgy történik, látod? Hogy forgatja a tengelyt belül, a hengert. Most hozzá alakítjuk alulról a mozgást, kinyílik. Nice. Hát kizárásos alapon már más nem volt, csak a mozgony. Gott szab, kösz szépen a követést. Alábecsültem az ügyfeleimet, a nullelem nem kuriózum. Ez az elem figyelemre méltó. Maga a mindenség, de engem is alábecsülnek, eljött az én időm, érzem az ölelését, és ezt tesz engem teljessé. Hogyan tudnék dolgozni, ha egyre elviselhetetlenebb a nyomás? Abigail bizalma minden egyes munkával töltött hónap után csak fogyatkozik, emellett egyre kíváncsibb lesz. Lecseréltem a zárat, mégis könnyedén bejutott az ajtón Abigail. Folyton felhívja a veszélyre a figyelmemet. Persze, hogy veszélyes ez a dolog, kedves feleségem. Itt van a mindenség, és kint pedig a nagy semmi.
mindent meg akartam neked adni, amiről csak álmodsz, de ezzel még annál is többet megadhatok neked. Aha. Jól van. Na, ebben mi lesz? Tényleg csak egy irányba próbáltam? Lefelé nem próbáltam ráncigálni. Na. Hey. Oké, megvan. Makett kémény. Ez való oda, amit már ott mutattam kívül. Mi sem szóltatok, hogy húzz lentebb. Úgy látszik, ezt majd vissza kell néznem. Na miért? Szereted ezt a játékot? Nem csodálom, tényleg rohadt jó. Elméletileg itt minden megvolt, aminek meg kellett lennie, ugye? Semmi más nem maradt, megoldatlan. Megszereztük a kéményt, ami biztos kinyit majd odakint valami újabb dolgot. Szóval most kicsit lefőtt a kávé. Nem tudom, hogy mire gondolsz ezzel. Mit jelent ez? Hát te sem mondtad, hogy ráncigáljuk lefelé. Senki nem mondta. Érted, itt vagytok 157-en. Aha, és ezzel ezt az alsó alakot kellene létrehozni. Annak tekerésével. Ugye? Tekerem én, mint egy állat. Tehát én nem szarra gurítok. Másik irányba is tekerem. Az nem volt jó, amikor kim volt mind a három egyszerre? Így. Hát most miért nem jó amúgy? Mert nem jó helyről nézed. Hát persze! Can you feel the brute force? Miért brute force? Nem volt brute force-olás. Na most ebben mi volt a brute force-olás? Megkaptuk a következő szobát. Tűnik ez valami kutatószoba lesz. Hát én másra gondoltam volna itt. Ilyen trófea teremre. Most miért mondtad, hogy brute force? Hát nem is volt. Ez itt nem más, mint a ronda maszkok holdacskája hiányzik. Ezt megszerezzük majd, és akkor kinyílik a köcsög. Szép. Ez betonból van? Minden bizony a szarkofág. Eléggé érdekes ez az ajtó fal bőrdívány. Lehet, hogy lenyílik, és akkor kanapé. Nézzük a középen álló, a központban álló földgömböt. Azt akarják a készítők mondani ezzel, hogy Mokikám, itt kell kezdeni a megoldást. Ide gyere, ezt nézd meg. Ezért raktunk a közepedre. Vagy közepére. Aha. Miféle kontinensek ezek? Nagyon érdekes. A földgömb felszíne hiányos. Nekem ugyan nem hiányzik. Ez a máncozott kerámia darab. Melyiket mondja hiányosnak? Sehol nem tudod forgatni? Itt az egyenlítő. Eltűnik a... Ha? Ja, fene. Eltűnik, láttad? De nem mindegyik tűnik el, csak az az egy volt, ami eltűnt megint. Ronda maszkok holdacskája hiányzik, megszerezzük, kinyílik a köcsök. Ez így van, ahogy mondom. Senki nem túl okos, de erős. Nem értem, hogy miért mondom. Ma voltunk Vízi Vidán Parkban, egyszer csak rádióban megszólalt a Can You Feel the Force. Az egy csodálatos szám, én nem gondoltam volna. Nem lehet, hogy a rádió műsorvezetője egyszer hallotta már nálunk. Én azt hittem, hogy Magyarországon egyedül én ismerem. Meg az egyetemi barátaink közül ketten. Itt van valami olvasnivaló. Érdekessége kompendium, a válogatása. A férjem mostanra egy idegenné vált. Az a férfi a dolgozóban, nem Edward. Mivé lett ez a hely? Ez volt az otthonom. A házam kifordult önmagából. Elvonultam a padlásra, a gyerekkori menedékembe. Az apám által épített makettház egy világ a világban. Oly törékenynek látszik, olyan kicsinek. Látom a repedéseket a padló deszkákon. Rémlik, hogy édesapám után leskelődtem a dolgozó szobájában.
most már a férjem dolgozója. Eltartott egy ideig, hogy a szemem hozzászokjon a görnyet alakjához. Lemásolom a szimbólumokat, vázlatokat készítek a képekről. Mindent feljegyzek, amit csak tudok. Akadnak még jó barátok a Királyi Akadémián. Hallani fognak még erről a nullelemről. Ó, Edward, ugye? Szívecske. Aha. És... Bronchiofallikus trunk. Pulmonoartéria. Aha. Tök jó. Tehát ezek sorrendet mutatnak nekünk, hogy ez a jel az első, ez a jel a második, ezt majd meg kell jegyezni. Elmondanak, olvasom az Eduardot. Ki én? Ezt majd jó lesz itt megjegyezni. Nehéz abbahagyni a játszást, de hiába majd legközelebb is tovább kell mennünk most egyőre. 10-20 percen belül kioffoljuk már a magunkat. Lassan haladunk? M hajnal, brute forcing hőse. Hopp. Csak a tárgyhoz tartozó címke van itt. És mi van ráírva? Egy földgömb, 8 szögletű térkép darab, nagyon jó. Ezt meg is próbáljuk már is beilleszteni. Valahová, talán ide. Wow. Aha, egy brutális torony. De jó. Így. Ez így nem jó. De így sem az. Ez így nem lehet. Miféle? Ja, itt megy, itt jön, ez az elem kell oda. De nem ez kell oda. Hát mégsem lehet ez. Jóó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 
És középen ez itt megindul lefelé a cucmák. Aztán azzal ennyi. Ja nem. Ez a tovább kell, hogy menjen a baloldali irányba, ugye? De hát ez miért nem fog neked a tovább menni? Itt valami turpisság van. Valami turpisság, ez nem úgy működik, ahogy te gondolnád, hogy fog működni. A Firestarter még mindig nálam van amúgy. Lehet, hogy egy adott szögből kell ránézned, mivel hogy valamennyire áttetsző a szerkezet. De nem láthatod a másik oldalán. De hogyan tudnád innen... Ó, várja, most valami megváltozott? Hogyha ez fix, akkor... ez nem jöhet ide. Ennek le kell itt mennie, de innen nem jön bele sehonnan. Úgy működik, ahogy gondolom. Ám tuti nem lassabban? Miért mondod? Nincsenek jó megoldások. Csak egyetlen egy megoldás van. Jó szögből nézzük, nézzük meg. Megy egy kék csík. Környezetfelhasználás. Mi volt? Ó! Aha! Gyere! Jaj! Gézukán. De szarházi. Hát ez egyszerű. Hát ez túl könnyű. Túl könnyű. Én elakadtam, akkor el voltam akadva. Én is amúgy, én is el vagyok. Megvan a következő. 8 szögletű térkép darabka. Ezek lehet, hogy majd adogatnak még nekünk valamit. Az akár ide is bemehetne. Most már tudjuk ám, hogy mi a dörgés. Hát persze. Hát ez innen már nem lehet nehéz.
Viszont, hogyha most megforgatod, hova viszi át? De hiszen ez szar. Hát de csak itt lehet kapcsolódni. Ja, hogy nézd egy adott szögből. Ugye? Ja, hát hogyha innen nézed, itt átviheted. Hát régen ilyen volt, de most már úgy tűnik, hogy nem ilyen. De hogyha nem kapcsolódik máshol hozzá, talán... Nem. Nem tudom úgy nézni, hogy hozzá illeszkedjen, nem. Oké. Lehet itt húzigálni kissé. Cseles rohadt mód. Hol van a fehér pöttyöm? Az oda megy mindjárt. Mindjárt oda helyezkedik. Gyerünk, gyerünk. Ez ott jó helyen volt. Vissza az egész. Kihúzza. Betolja. És hogyha a másik oldalon van, akkor hol van? Aha. Az egy olyan rész, ahol már át kellene tudni menni, ugye? Ezt innen nem tudod megcsinálni. Akkor lenne jó ez, hogyha... Nem csak így működne, pedig csak így működik. Itt indíthatod el. De itt nem húzhatod tovább. Most innen nézve igen. Megvan. Így már jó lesz. Visszük vissza. Nem, bocsánat, tovább. Hülye vagyok. Így. Most lesz a kitolás. Így, megfordítja. Igen, tovább. Így. Na. És viszi fel. Húzza le. Rakja be. A Bánat utcába. Elkapjuk a következő darabkát. Ez viszont nem az, amire számítottunk. Ez egy fafaragvány. Hiányzott valahonnan egy ilyen... Fafaragvány. Ez valaminek olyan, mint hogyha... Na jó, még egy örre nem látjuk, hogy hová illeszkedik. De ez most készen van? Nem, még egy hiányzik. Jó. Még nem látjuk, hogy honnan hiányzik, de majd mindjárt kitaláljuk, ez mi lesz. Ez be kell, hogy meg hogy lássuk energiával. Ez az ember éppen hallani készül valamit. Individualitás. Intellektus. Megérzés. Intuitív képesség. Indoklás képesség reflektíven. Emberiesség. Egy emberiség? Emberi természet. Itt van az öröm. Az idő, a dallam, az erő. Ide kell a gombos tüske rám, ide pont beillik, hát a homlokába. Kinyílt a szeme a mocsoknak, de ronda. Csak egy üres szemüreg. Kell egy szem, kell egy golyó. Egy koponya van itt balra. Érdekes, mi lesz ebből? Hát itt különböző jelölések vannak rajta, és mindegyiknek valamerre állnia kell. Ahhoz, hogy ez kinyílhasson. Ezt még nem tudjuk megoldani egyelőre. Brute force-olni meg nem akarom a tripla puzzle megoldását. Sokáig is tartani és felesleges is volna. Egy maszk. Ilyet láttunk, ez illik hozzá, de nem ehhez. Most hát mégis ehhez. Merre kell, hogy álljon? Mi változik? Aha. Hát... Nem. Így már igen.
miért jó, hogyha az egészet forgatod. Szemöldök? Szemtelen? Nem kell akkor szemöldök sem? Ha nincs szeme? Ennek hogy áll? Ennek jobbra le és balra fel. Igen. Dupla le, igen. De ugyanúgy van most beállítva. 100%-ban ugyanúgy. Akkor ezek szerint ezeknek szimmetrikusoknak kellene lenni. Tehát akkor azt mondja, hogy balra le és balra fel. Biztos ez? Hát nekem jónak tűnik. Nem ugyanúgy volt beállítva? A külső kör is klappolt? Akkor csak nekem tűnt ugyanúgy? Akkor maradjunk az ismétlésnél. Tehát, hogy jobbra le és balra fel, vagy hogy volt? Na, hogy így, ugye? Igen, és nézzük ezt így. Nem, ez most nem jó. Azt mondja, hogy nézzük így. Most pedig megint megegyező, látod? Most ugyanúgy van mind a kettő beállítva. Száját nem lehet itt húzigálni? Jaj, dehogy nem. Még a száját is lehet itt. És ennek nyitva van? Ennek nyitva van a szája. Hallod? Még egy hiányzik? Hogyha ez így van. Szemöldöke? Oké, köszönöm. Az nem tűnt fel, hogy a szemöldöke hogy áll. Ezzel megkaptunk még egy térkép darabot. Ez abszolút nem tűnt fel nekem, hogy a szemöldökre figyelnem kell. Valamelyik megvan a maga helye itt. Valamit be is teszünk majd oda. Nem fenyegetően mondom. Menjen oda fel. Ez egy hajó. Ez a puzzle. Ez halál. Halálom ezt a... ezért visszavezetgetni. Ez fordul. Jön a kis ágyú. Még ez most könnyebbnek tűnik, mint az előzők voltak. Ez forog. Így van. Most átvittem a másik oldalra, gondolom, hogy nem baj az. Így. Őrület. Miért nem illeszkedik? Azaz. Most ezzel le fogom vinni az aljába? Igen, mert utána ott fog le, hogy feljönni, jön az ágyú. Jó, amúgy rohadt ötletes. Mert azt mondani, hogy nem az. Csak most úgy kéne befordulnia, hogy rácsúszol, igen. Nem, tényleg nagyon ötletes. Rohadt jó. És most beszívtam, ugye? Mert úgy fordult, hogy nem, az árbóc kosár, ez külön tengelyen, így van, mehet. Rábbi részekben van egy utalások, például a vasúti kocsiban utaztál a harmadik elején, végén. Lehet, hogy van valami köze, de azt nem hiszem, hogy az gőzmozdony volt, szerinted? Nézzük, helyére kerül a világtérkép, a földgömb és benne lévő őrület is megmutatkozik. Menő! Egy lézercsíkot láthatunk, amit különböző tükrökkel kell majd tovább hajtani. Hogy honnan az anyámból tudom? Egyszerű. Ránézésre megmondom. De sejeken ide piákat dugtak. A földgömb belsejében? Amúgy nem tartom kizártnak. Úgy kellene ezt elrendezni, ez az.
ebből jön ki. Aha. Abból jön ki, és ebbe kell akkor, hogy bemenjünk. Ez a kettő fix pontunk a térképen. Érthető minden. Ezt tovább engedi a baloldali irányba. Ez azáltal... Mi a fene? Hogyan sikerült ezt megduplázni? Hogy sikerült megduplázni? Hát ez de érdekes. Ez eddig is ott volt. Na várjál. Tehát így. Innen. Hogyha ez abba belemegy, ez egy portál mechanika, ugye? Mindenki felismeri azonnal. Ennek maradnia kell itt szerintem, ez nem lehet máshogyan. A baj, hogy ezt nem fogod tudni úgy megcsinálni szerintem, ha csak nem. Nem, ez nagyon balra megy. Tehát nincs olyan elemem, ami lefele küldeni. Na hát, erre nem gondoltam, de most meglepő volt számomra. Oké. Ez az. Na hát, ez nagyon király volt, ahogy hirtelen ott a hordón megjelent a lézer. Ez nagyon véletlen is volt, de nagyon király is volt. Tehát mondom, már nincs elég elemem ahhoz, hogy ez jó legyen. De jó volt. Meg is kaptuk. Anubis állarcát hirtelen akartam mondani, hogy melyik egyiptomi isten volt. Na hát, ugye hajnal, menő volt. Ez pedig úgy néz ki, hogy illeszkedik majd valahová. Pontosan oda, amit itt láthattunk jobb oldalon valahol. Úgy ennék egy kis pisztáccióhoz. Ide. Valaminek megvan a maga helye. Na, azért. Ujjjjj. Farkas ember levágott fejét, jaja. Megmutatkozik rajta egyből. Ez a furi jel. Megkaptuk belőle a drága követ. Lehet, hogy ennek a szobának ez volt a lényege, és ezzel teljesítettünk is benne, nem teljesítettünk benne mindent. Mert hogy itt van a szív, különböző irányokat mutatva. Ezt majd fel kell írnunk, hogy jobbra le, balra, vagy jobbra le, jobbra fel, balra, a D az üres, utána jobbra fel és balra. Ez lenne az ABC sorrend, de lehet, hogy nem is az ABC sorrendjében kell majd meghatározni azt, amit keresünk ennél a dolognál. Ez már nem mozdítható, tehát ez megvan, ott szemben talán minden megvan. Ez a figura maradt még itt. Ide kell, hogy legyen nekünk energiaellátás. Megnézzük a kábelt, ez mindig ugyanolyan ezekben a gémekben. A kábel menetét figyelni kell. Amit kaptál, az nem a vitrínbe menne? Mibe? Vitrínbe. Itt voltunk, és ide megyünk be. Köszi. Á, most nem kell, mert már elkezdünk ma estére. Elég volt nekem ez a majdnem 8 óra stream ma estére. De jól éreztem magam. Nem lehet, hogy ebbe kell beletenni? A drága követ? Erre ki a gép belsőjében ragadt. Lehet, hogy bele kell tenni, lehet, hogy a nullelem fogja szolgáltatni az energiát, nem? Aminek csak a centlie. Mi az a centli? Ne harri már, hogy nem értem, centli az mi? Ezt csak félig építették fel. Ez valahova kelleni fog, és nem hiszem, hogy ennek a tetejébe, ugye? Nem.
Mondjuk csak a Cetlie volt meg. Hol volt ez? Gondolom, hogy ez a szélkakas lesz ez a dolog. Nope. Feledékeny kínai karatamester titka a Cetlie. Aha, itt még nem változott közben semmi. De nem itt mondja, ugye? Hogy csak itt a izében lehetett a másik, vagy a konyhában. Na jó, innen fogunk menni majd tovább legközelebbi epizódunkban. Következő szombaton, amikor szintén ugyanaz lesz, ami... Ja, hogy ott az Anubis fejétől jobbra? Tehát következő szombaton majd, amikor... mit akarok mondani? Szerintem ugyanaz lesz a felállás, mint ahogy most haladtunk előre. Hogy lesz majd DR Billions, Prodeus, meg ez is. Azért ma rendesen odavertünk az indie szombatnak három különböző játék. Az RTS, az FPS és a puzzle rajongóinak is kedvezve ezáltal Anubis maszkjától Cetlie. Ide! Igen, itt égkövek vannak, én ezt meg sem néztem, hogy mi az. Én ezt nem vettem volna észre, király vagy. Kaptunk egy régi vasalót, amin van valami gomb, kinyílik? Mi ez te? Ez komoly cucc. És ez akkor billegteti. Ez a szerkezet ezzel készen is van. Kell valami, ami forgom mozgást generál benne, és akkor... De miért lesz ez neki jó? Ezt ki lehet emelni? Mi a fene ez? Régi vasaló. Bevallom, ezt még nem látom, hogy micsoda. De majd megnézzük ezt is, akkor közelebbről a legközelebb. Nem jutott eszedbe a neve? Az égkőnek? Vagy itt égkövek? Nem baj, nem baj. Nem baj, király volt. Király volt a megoldásod. Én nem vettem azt ott észre, mi van benne. Itt viszont van még egy ilyen holdacskás elemre volna szükség, hogy a köcsök kinyíljon. Jó, legközelebb, legközelebb akkor tényleg tovább megyünk innen. Megyünk a Discordra megnézni egy filmet közösen. Hogyha szeretnétek velünk tartani, akkor várunk titeket szeretettel. Discordon lemutolva és csak is a filmet nézve, vagy valami ilyesmi. Szerintem csak kapkodsz? Nem, szerintem szépen haladtunk. Nagyon jó volt, na örülök neki, Randy Boy. Fáradt voltam. Nem jött be elég oxigén sem. Jaj. Na, ez az elmúlt 8 óra, ez már egy teljes munkaidőnek elmegy, nem? Mostantól kezdve így kell nyomnom, minden nap 8 óra stream, 2 óra vodvágás. Jaj. Elmacskásodtam. Innen megyünk legközelebb tovább. Nem tudom, hogy ilyenkor lehet-e kilépni, úgyhogy az előre haladásod mentve lesz. Aha, tehát ez tök jól elmenti, hogy hol tartottál. A vasalónál? Ja, majd megnézzük. Most már nem figyeltem annyira, nem mélyedtem el a vasalásokba. Új játékok, de csak így közösen gondolkodom menne nekem. Szerintem, hogyha sokáig kapálózik az ember, azért rájön. Hát ennyi lett volna mára. A mai móka és a kacagás a teachpertv.mókáson. Nagyon szépen köszönöm csatornánk támogatóinak. Szilajkának, Barkatának, Old Murkruának, Feketereteknek, Suzinak, Jonesutinak, Ukibubinak, Haxorznak, Dorcsicnak, Sajtos Tejfölösnek, Velkornak, Bradacsbének, Bekkának, Zsoltbének, Banyegnek, Lódernek, Goremnek, Kápéternek, Jonninak, Istinek, Zsószinak, Gévincének, Foltinak, Vitamin SC-nek, Grundárnak, Dark Donnak, HB2017-nek, Kat81-nek, Darknak, Devtornak, Vegabékának, Dominiknek, Spektrának, Geoporszívónak, Intertizának, Peki Petrának, Zsocnak, Jaranzónak, Trilobitának, Tébalásnak, Korinak, Kolkernek, Simon G-nek, Kismarcinak, Iron Guardnak, Titokzatos 42-esnek. Nagyon hálás vagyok nektek, amiért támogatjátok csatornánkat, hogy fennmaradhassunk. Hogyha valaki esetleg szereti a sokféle tartalmat, ami nálunk van, fontolja meg, hogy támogatja csatornánkat, kérem, hogy
fenn is maradhassunk, és hogy itt lehessünk még jövő ilyenkor is. Nos. Kis zene, kis réd, kis film. Jó éjszakát!